Már-már jól megy a növényfelismerés, a darabolás, a zöldség pucolás, a nap végén pedig közösen elfogyasztották az ételeket, amelyeket Szatmár János mesterséf és Marik Mátyás szakkörvezetővel készítettek. A mai foglalkozáson a utóbbi foglalkozásnak a darabolása, gyakorlása volt, és most pedig azokból a zöldségből készítünk ételeket. Készítünk zöldséglevest, készítünk sütőütök krémlevest, akkor készítünk töltött cukinit. Vagyis most tesztelem le, hogy a gyerekek a zöldséget hogy szeretik, vagy hogy tudják megenni. Mert mikor a hétköznapban nem szeretik, és most meg szeretném letesztelni, hogy először is egy húsmentes főzés lenne, meg az, hogy a zöldséget, melyiket szeretik, nem szeretik. Úgyhogy ez most egy ilyen főzési programot állítottam össze. A mostani foglalkozáson a sütőtök volt a téma, ezt mutatták be többfajta elkészítésben a kukták, valamint a takarékos konyhára is felhívta figyelmüket a mesterséf, hiszen zöldségmaradékokból főztek alaplevet. Azért is foglalkozunk mindig a környezetnek a tisztántartása, a munkavédelem, a baleset, a higiénia, ezek az alapvető és természetesen nagyon nagy lények vannak, mert itt nem 2-3 főre főzünk, hanem több száz főre, és lényegében ez nem egy otthoni konyha, ez egy nagy adagos konyha, nagy adag létszámot főzőkonyha. A sütőtök krémleveshez a sült tököt előkészítve kapták, hiszen az hosszú idő alatt sül meg, de abból a levest már maguk készítették el, és közben a hozzávaló különleges fűszerekkel, a szerecsendióval, a fahéjjal is megismerkedtek. A töklevesbe többfajta ízt kell beletenni, mert önmagában egy sütőtök is önmagában olyan kellemes, de viszont itten fűszerezni kell, teszünk bele kis tejfölt, vagy tejszint, akkor teszünk bele egy kis sót, borsot, akkor egy kis szerecsendiót, egy pár csepp olívaolajat, akkor pirított tök maga lesz benne, és akkor egy megsült töknek a belsejébe fogjuk beleönteni, és abból lehet majd szedni. És maga az a tök is annyira meg van sülve, hogy szinte még abból is lehet kanalazni a leves mellé, hogy sűrűbb legyen. Mint hogyha egy betét lenne a levesbe. Második fogásként töltött cukkini készült, itt is a zsája, a bazsalikom, a rozmarink használata újdonság volt a gyerekek részére. És hogy mennyire sikerült jól a főzés, a szakkör végén minden elfogyott.